Kellemes őszi idő, gyönyörű színekben pompázó természet. Ez várta az érdeklődőket a Gyula Erdészeti és Vadászati ZRT Gím és Dám trófea szemléjén. A miklósvári tónál található Szent Hubertus kápolna és az Eucharisztikus emlékkeresztnél megjelentek között nem csak a szakma képviselői voltak jelen, szép számmal érkeztek diákok az általános iskolákból is. Ugye az erdei iskolai programok vonatkozásában is mindig próbáljuk a vadászat, vadászati kultúrát, a vadgazdálkodást, az erdő és a vad kapcsolatát a gyerekeknek elővezetni, és természetesen ilyenkor az iskola időszakban kézre áll az a dolog, hogy közel vagyunk a városhoz, és a városi gyerekek ki tudnak jönni, és én nagyon hálás vagyok Tamási város pedagógusainak, hogy ezt minden esetben föl is vállalják, a gyerekeket megszervezik, kihozzák ide, és én úgy látom, hogy nagyon jól is érzik magukat itt. Úgyhogy ez egy törekvésünk, és ezt a későbbiekben is következetesen fogjuk vinni. Az őszi színekbe borult tája lehető legjobb helyszínéül szolgált, a tó környékét körülölelve kiállított trófeáknak. Gyakorlatilag a teljes terítékünket nyilván nem tudtuk az ezévi szezont kiállítani, mert hát az közel 170 darab trófeát jelentene. Megpróbáltunk olyan bikákat kiállítani, amelyeknek valamiféle jellegzetessége van, illetve a legjobbakat. Bár például a Dámból a két legjobb csúcsbikánkat nem tudtuk kiállítani, mert országos bírálatra szállították el őket, tehát azokat nem tudtuk. Illetve van egy pár külföldi vendégünk által már elvitt trófea, amit nem tudtuk kiszállítani. Én azt hiszem, hogy alapvetően a topbikáinknak a jelentős része akár a Gimből, akár a Dámból itt van, és ezeknek mindegyiknek olyan külső megjelenése van, amely az adott élőhelyre, ahol elejtették, ott jellegzetességgel bír. Tehát a szakszemélyzet, illetve a külső vadászvendégeink, akik nálunk megfordultak, vagy vadásztársasági kollégák ezt végignézve, pontos képet kapnak a gazdálkodásunknak a színvonaláról, és remélem, hogy a jövőjéről is. Gimből is, Dámból is nagyon nagy számú, magas pontszámú bikát sikerült idén elejteni. Ezek közül van Dámból jó néhány, amelyek 200 nemzetközi pont fölött van, úgyhogy ezek már említésre méltóak. A Gím trófeák közül talán a 12 és a 11 kilós trófea tömeg fölötti bikák az, amik Tolna megyében is megsüvegelendőek. Úgy egyébként, hogy Tolna megye úgy általában is a Gím gazdálkodásában nagyon erős. Az erdészet igyekszik a programjain keresztül megszólítani a természet iránt érdeklődőket kicsiktől a nagyokig. Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás előrendezvényeibe is bekapcsolódott a Gyulai ZRT az egész évben, tehát már akkor tartottunk különböző tematikus olyan programokat, illetve olyan terepi bemutatókat, amely nem elsősorban a vadászati szakembereknek szólnak, hanem a közösségeknek. Ehhez erdei iskolai programokat is, ahogy említettem, végeztünk és szerveztünk meg. Gyakorlatilag ez a hullám, én azt gondolom, hogy ez egy valaminek a kezdete. Ez nem csak egy ráfutás a világkiállításra, hanem én abban bízom, hogy az elkövetkezendő években is ezeket ugyanígy meg fogjuk tudni szervezni, és következetesen, és bízva abban, hogy a pandémia nem kavarja meg ezeket a dolgainkat, szeptember végén és október végén is mind a Gím, mind a Dám vonatkozásában bemutatókat tudunk tartani, családoknak, gyerekeknek és bárkinek, aki kíváncsi ezekre a bemutatóinkra. A Katolikus Általános Iskola diákjainak műsora színesítette a délután a trófeákkal körülölelt miklósvári tónál. A rendezvényen dr. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár is jelen volt, aki elmondta, számára nagy öröm, hogy ilyen szép számmal érkeztek érdeklődők, nem csak a szakmai szintről. Göbölös igazgató úrék
tényleg évek óta az iskolákkal összefogva bevonják a gyerekeket, és megmutatják nekik, hogy mi az a részben esztétikai, másrészt egyébként biológiai szépség, amit a vadászat kapcsán a trófeákban meg lehet találni. Én azt gondolom, hogy a mai alkalom is arról tanul bizonyság, hogy a gyerekeket nem taszítja mindaz, amit itt láttak, hanem kimondottan érdekli, és ezen keresztül könnyen és egyértelműen is meggyőzően el lehet nekik magyarázni, hogy miért van szükség vadászatra nem csak Magyarországon, hanem bárhol a világban, és hogy a vadászat nem csak egy ősi mesterség, egy ősi kultúra, hanem a hétköznap, a mindennapok elválaszthatatlan része. Nem kell mindenkinek űznie, csak el kell fogadnia, hogy létezik. És ráadásul, ahogy ezt az elmúlt hetekben láthattuk, akár a központi kiállításon Budapesten, akár az egyébként még mindig zajló helyi rendezvényeken, az embereket bizony ez érdekli. Sokkal többen látogattak ki idén a vadászati világkiállítás évében ezekre a rendezvényekre, mint normális esetben. Most már inkább évtizedek, mint évek óta folyik egy olyan erdei iskola program, amely évről évre sok tízezer gyermeket von be és vonz be, főleg az erdészetek területére, és én azt gondolom, hogy az elmúlt hónapok az elvégzett 2,5 éves munka egyik legfontosabb tanulsága, hogy ezt tovább kell fejleszteni. Hagy utaljak itt csak általunk csak Fátyol programnak nevezett, tehát a Kabala kutyánkról elnevezett kis kezdeményezésre, ami 20 nap alatt több mint 60 ezer diákot és kísérőt volt képes csak a Hung Expo-ra elhozni. Ez egy nagyon magas szám. Önmagában is magas, és az arányokat tekintve is egy tekintélyes szám, amellyel foglalkozni kell. Ez azt jelenti, hogy bizony az alaptanterben, amelyben egyébként benne vannak az elemei, el kell végezni azt a munkát, ami a hétköznapokban, hétről hétre, hónapról hónapra kézzelfoghatóvá és fogyaszthatóvá teszi a vadászattal, a fenntarthatósággal, a vadgazdálkodással és erdőgazdálkodással való foglalkozást, illetve az arról szóló tudást. A vadgazdálkodástól számot adó délután folyamán a vadászkamara kürt együttese adta a megfelelő aláfestést a trófeák megszemléléséhez.